Csir, 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 csir. Hello. Sziasztok, kedves Szandra, én Boris vagyok innen a kellemes kis Radio Music Bombból, és kettő darab hölgyemény van itt mellettem, méghozzá egy Niki, illetve itt mellettem egy Mácsi, és szeretnének kicsit téged meginterjúvolni. Azért a mikrofont, mert már eléggé nagyon-nagyon gyorsan szeretnének hozzájutni a kérdésekhez és a válaszokhoz, és köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk rász, úgyhogy az is adom a szót. Tessék, kedves hölgyek, kérdezősködjetek. Szia, Szandi. Szia. Hello, sziasztok. Mivel a Violettáról beszélgettünk, kapcsolódik a tánc és igen, a zene ezáltal hozzád is. És azért gondoltuk, hogy kezdetben erről beszélgetnénk egy kicsit. Rendben, oké, és mire gondoltatok már, mint hogy én nézem el, vagy képben vagyok ezzel kapcsolatban, vagy mire gondoltatok? Igen, erre kíváncsi lennénk, hogy mennyire követed a sorozatot. Aha. Az az igazság, hogy én néztem a sorozatot, nem nagyon vagyok nagy tévénézős, ezt azért így előjáróban elmondom. Tehát, hogyha nézek mondjuk sorozatokat, akkor általában inkább a meseadók, amit jobban csípök, és hát volt szerencsém nézni nekem is. És egyébként én sajnálom, hogy Magyarországon nincs ilyen sorozat, ahol mondjuk a fiatal tehetségek megmutathatják, hogy mondjuk hogyan táncolnak és énekelnek. És nem csak sorozat, hanem ugye alapjában nagyon nincs olyan előadó sem, aki mondjuk úgy táncol, mint külföldön az előadók, és úgyis énekel. Úgyhogy ez egy hiány szerintem a magyar piacon. És azért én nagyon örültem, hogy legalább így eljut a magyar közönséghez egy ilyen dolog. Van esetleg kedvenc szereplőd? Hát nem tudom. Az, hogy jó csávokat kell mondani, vagy? Lehet, nem, hát nyilván fiatalok hozzám, tehát hogy azért... De figyeljetek, igazából konkrétan nincs kedvenc, a srácok azért helyesek, tehát az biztos, hogy a kis csajok szerelmesek, beléjük nagyon. A csajok is olyan szimpatikus az egész, nagyon pozitív az egész szerintem. Szerinted a sorozat mennyire motiválja a gyerekeket a zene és a táncművészet felé? Szerintem motiválja egyébként, mert szoktam gyermekműsorokat is énekelni óvodákban, meg iskolákban, és ott azért mindenki általában ismerte, vagy megjelent ez a dolog, illetve volt, ahol kérték, hogy arra tanít csak táncot, mert tehát, hogy azért nyilván arra szeretnének táncolni, tehát az már valamilyen szinten megmozdítja őket abból, hogy mondjuk csak a tévét nézzük, és ez tök jó. Te, mint táncos és koreográfus, a munkád során akad olyan helyzet, amikor a hasonló produkciókból merítesz ihletet? Természetesen szerintem mindenkit a külső impulzusok alakítanak, úgyhogy mondjuk hogyan csinálok bizonyos koreográfiákat, biztos, hogy nekem is lehet, hogy megjelenik a koreón, vagy olyan dolog, vagy mondjuk az alomba, amit mondjuk láttam, lehet, hogy ebből is. Mondjuk a vidám rész az nekem nagyon bejön, illetve az öltözködés szerintem nagyon jó, hogy én extrém. Azt nagyon szívem például belőle. Akkor beszélgessünk egy kicsit az albumodról, hiszen most készül az első. Igen. Mesélnél erről egy kicsit? Igen, hát ugye már volt szerencsém egy lemezen szerepelni a Disco Service formációval 2008-9, most nem tudom pontosan, akkor jelent meg egy lemezünk, tehát az már egy ilyen előfele volt annak, hogy azért ez a lemez dolog nem is olyan rossz. És most érett meg 2016-ra az én zeneiségem arra, azt gondolom, hogy beleraktam magamat, és sokat tapasztaltam, és hogy megmutassam a közönségnek egy ilyen kis ajándékcsokorként, vagy csomagként, hogy milyen érzések jöttek fel bennem az elmúlt években is, és ezeket így egy lemezanyaggal így szeretném így koronázni. Zenei stílust illetően megmaradtál a megszokott vonalnál, vagy valami újdonsággal is készülsz? Igazából lesznek meglepetések a lemezen, amit még nem szeretnék elárulni, de ez a pop vonal az, ami azt gondolom, hogy a legközelebb áll hozzám. Egyébként alapjában énekelek mesedalokat is, meg rappeltem is, ugye volt egy ilyen dolog is, ami egy kis ilyen szerelem. Hát nem zárkózom el semmi irányába, viszont azért érződni fog azt, hogy mi ez a vonal, amit én képviselek, azt gondolom. A dalszövegeket te írtad? Nagy részt igen, a dalszöveget én írtam, és a dalokat is. Úgyhogy apukámmal dolgozom együtt, illetve Halász Sanyival, Pibonnal, tehát azért nagyon jó kis emberkékkel, akik tényleg... Tehát lehet velük együtt dolgozni, és ez nagyon, nagyon sokat számít a munka folyamatban, úgyhogy... Azt gondolom, hogy ez már eleve egy csodás dolog. Dalszövegek mennyire tükröznek téged?
esetleg az élettapasztalataidból merítettél ihletet? A dalszövegek mindig igen úgy születnek, hogy, hogy valamilyen hatás ér, és akkor gyorsan le kell írnom, és van, hogy a dal születik elő, van, hogy dalszöveg, tehát ez ilyen nagyon különböző, nem szokott. Volt egy egyszerre, tehát hogy egyszerre jött a kettő, de nagyon változatos. Ugye például a fogyatékkal élőknek csináltuk az Egy hídon szállunk című dalt, és az is szerepelni fog a lemezen, és az ugye egy elég komoly hangvételű. Akkor van a piszkos tánc, amit egy fiú ihletett, vagyis egy ilyen szerelmes vonal, akkor már az egyszer volt, az például az a szöveget édesapám írta, a felét pedig én, tehát az pedig az ilyen vidámságról is arról szól, hogy érezzük jól magunkat, tehát nagyon vegyes. Azt gondolom, hogy amilyen mi vagyunk emberek, tehát hogy minden nap változás van az életünkben, és ez nem mutatkozik a dalaimban is, azt gondolom. Az új albumodról tervezel majd videóklipet valamelyik dalról? Igen, tervezek. Most még jelenleg nem tudom, hogy melyiket, melyik nagyon sok új dal lesz rajta, ami most így készül. És most egy picit szerettem volna most forgatni mostani hónapokban, aztán végül visszamondtam, mert most én nem tudom konkrétan, hogy melyikből szeretnék, és ezért azt gondolom, hogy majd eljön az ideje annak, amikor megszületik azt, hogy hogyan, miért, mert ugye klipeket is általában én szoktam kitalálni, és ez is kell egy ilyen olyan tudatállapot szerintem, amikor az ember így felkapcsolják egy bizonyos, hogy ez igen, ez így kell. Úgyhogy még ezt várom. Úgyhogy nem tudom most, hogy megmondom, hogy miből, de lesz, az biztos. És az új album megjelenése körülbelül mikorra várható, és hol lehet majd beszerezni? Hát a lemezkiadóban ilyen szeptember környékét lőttük be. És hát addig dolgozok, illetve járok fellépni, tehát a dalokat már lehet majd hallani a fellépéseken, illetve az is lehet, hogy mondjuk egy-egy track felkerül mondjuk a csatornámra, a YouTube-on, de konkrétan még az egész emberzanyagot majd csak ilyen szeptember környékén, de még nem tudom konkrétan megmondani, de ez a cél igazából most. Az album készítéssel párhuzamosan egy újdonsággal is készülsz, hiszen már javában írod az első könyved. Igen, ez egy kicsit más témájú. Én ugye színpadi testutatot és lélekrajzitást tartok színészeknek, énekeseknek, illetve nem csak színpadi embereknek, és ez azok írja sem áll tőlem olyan messze, illetve ez ilyen életmóddal kapcsolatos és az életvezetéssel kapcsolatos dolog, és a művészetemmel kicsit verses formában, kicsit dalos formában, tehát ugye, hogy beleszélek kicsit a művészeti ágat, így fogom megírni ezt a könyvet, ami már egyébként készül, már 70 oldal készen belőle, úgyhogy nem tudom, hogy ennyi lesz, de ezt is idén szeretném kiadni. Pontosan honnan jött ez az ötlet, hogy te neki kezdj egy könyvírásnak? Pontosan a barátom mondta, hogy hát miért nem írom már le egy könyvbe, amiket állandóan kiírok az internetes oldalakra, mert ugye ott vezetek ilyen portált, ahol ezeket megosztom. Én gondoltam, hogy hát tényleg ez nem is olyan rossz ötlet, és így, tehát, hogy... Kicsit az ezotériáról, mert azt tudom, hogy te, hogy ez megjelenik a hétköznapjaidban, de hogy ismerkedtél meg ezzel? Igazából az életemben így belecsöppent ez a dolog. Kezdődött a Vonzás törvénye című könyve, tehát az volt az első ilyen dolog, amit elolvastam. Neked kiskorom volt, hogy elég sok minden, amit így elképzeltem, az így valóra vált, meg megálmodtam előre dolgokat, és akkor így egy idő után úgy gondoltam, hogy hát utána olvasok már ennek, hogy hát ez micsoda, vagy hogyan történik, és akkor elkezdtem így falni kb. A könyveket, és a mai napig egyébként tanulok és olvasok. Aztán elkezdtem meditációkra járni, és akkor így megismerni önmagam, és ezáltal fejlesztettem ki a tanítási módszeremet is, hogy ne csak a testüket lazítsam az embereknek mondjuk a tánca, hanem a lelküket is, mert szerintem nagyon fontos, hogy aki mondjuk egy előadó vagy színpadi emberke, az tisztán tudja adni az embereknek, és ne legyen görcsös, mert akkor abból az energiából is kapnak a közönség, aki ott áll előtte, és tényleg azért van, hogy őt töltse. Úgyhogy igazából ez volt a lényeg, hogy ezt olyan tudom átvéteni az életemben, és mondom, az első találkozás a személyes tapasztalat volt az ezotériával, vagy spiritualitásával, ki hogy hívja. Jó, hát akkor köszönöm szépen, át is adnám a szót Borisnak.
Szóval én is érdeklődnék egy picikét, egy, hát így a hölgyektől egy-két információt igyekeztem összegyűjteni, de így, ahogy így hallottalak most, hát én úgy, így az elsőképpen előttem, hogy szinte mindenben egy picikét szerepet válasz, ami ezzel az egész zenei dologgal kapcsolatosan. Azt szeretném megkérdezni, hogy neked melyikben nézed a legjobban magad? Tényleg inkább könyvírás, vagy az élő fellépés, vagy a tanítás, melyikben látod a legjobban, vagy vannak-e olyan átmenetek, például, ami azt mondott, hogy egyikbe ez a jó, másikba, azért mindegyik egy picikét más, gondolom, de melyikben érzed leginkább otthonosan magad, hogyha szabad így érdeklődni? Egyébként ez olyan érdekes, mert szerintem ez állapotfüggő is, de mindegyik igazából ugyanaz, adok vele, tehát az írással is adok, az énekléssel is, a tánccal is adok, tehát igazából magával a művészettel érzem magamat jól, tehát konkrétan ezt nem tudnám kifejezni, az alkotás, meg a művészet, meg ennek a közvetítése, tehát ez nem tudom azt mondani, és egyébként unatkoznék, ha csak egyfélét csinálnék, tehát hogyha mondjuk nincs olyan próbaidőszakom, és nem csinálok még 20 dolgot egymás mellett, akkor egyszerűen unatkozom konkrétan, és azt hiszem, hogyha pörögnek a dolgok, úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni. Ez nagyon jó dolog, mert ugye ezek szerint nagyon sok mindenben vagy tehetséget, és nagyon-nagyon sok mindenben próbálod ezt a tehetséget továbbadni, és most már értem a lányoknak ezt az átmenetét a Violettás sorozathoz, és ez a nagyon-nagyon jó dolog. Hát magam részéről igazából én azt szeretném kivenni, hogy ez nagyon sokáig tud így művelni, és nagyon-nagyon sok mindent tud így egyszerre csinálni, mert akkor rengeteg pozitívumot fognak hát tőled kapni az emberek, illetve hát ugye olvastam ezt a jótékonyságos dolgot, és amit mondtál, hogy a rokonatoknak is hát tulajdonképpen vállaltál így dolgokat, meg vállaltatok dolgokat. Úgyhogy várjuk akkor az új lemezt, az új kiadvány természetesen, és szerintem a hölgyek meg fognak még téged keresni. Magam részéről nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát további sok sikert kívánok neked, kedves Sandra. Én nagyon szépen köszönöm, és további szép délután mindenkinek. Köszönjük szépen neked is. Szia, szia! Szia! Sziasztok!